a végére úgy látszik, hogy megunta a drón a repülést, és ismét leszállt, bár ezúttal nem lezuhant, mint a múltkor, hanem szép lassan leereszkedett, de ezek szerint van egy olyan drónom, ami nem szeret repülni. Viszont ezekből a képsorokból az is kiderült, hogy nem csak parasztromantikában kaszálok bele a naplementébe állandóan, hanem van egy ilyen 43 köpcentés kis fenevadam és egy megkulok bozótirtó, amiről még tavaly, amikor vettem, csináltam egy értékelést az Instagram TV-re, azóta sem nagyon változott az álláspontom, a mai napig imádom. Igen, mondtam, hogy kaszálni jobban szeretek, kézi kaszálni, de van, amikor ezt a szerszámot kell használni. Ebben most nem megyek bele mélyebben, mert hogy ma egy egészen más témára gondoltam, méghozzá arra, hogy mi a tudomány legfontosabb kérdése, vagyis a második legfontosabb, sőt a másfeledik legfontosabb. Igen, mert azt szokták mondani, hogy a legfontosabb kérdés a miért, ugyanis amikor erre keressük folyamatosan a válaszokat, közben megismerjük a világot. A második legfontosabb kérdésnek pedig a hogyan tartják, amikor megmagyarázzuk azokat a miérteket, hogy hogyan alakultak ki. Viszont a miért mellett van egy legalább ugyanilyen fontos kérdés, ez pedig az, hogy miért nem? Nézzünk egy példát. Itt van ez a fa. Oké, elég kicsi fa, de azt hiszem, hogy példának tökéletes lesz. Idáig volt a földben, itt kezdődik a gyökere, itt pedig a levelei. Igen, ám csak, hogy felvetődhet a kérdés, hogy miért itt vannak a gyökerei, és miért nem nőnek gyökerek itt. És még mielőtt azt mondjátok, hogy ki az a hülye, aki ilyeneken gondolkodik, mert hogy tök egyértelmű, hogy miért nem, azért, mert a föld alatt nőnek a gyökerek, de hát az a helyzet, hogy nagyon sokan nagyon helyesen gondolkodnak ilyeneken, a kutatókat ez például évtizedek, hanem évszázadok óta foglalkoztatja, hogy vajon miért nem nő gyökér rajtuk ott, ahol nem kéne gyökérnek lennie. A teljes folyamatot a mai napig nem ismerjük pontosan, de azért megpróbálom nektek nagyon röviden összefoglalni, hogy miről van szó. Alapvetően két hormon, vagy pontosabban hormoncsoport irányítja ezt az egész folyamatot. Részben az auxinok, amelyek a fiatal levelekben termelődnek és áramlanak folyamatosan lefelé, illetve a citokininek, amelyek a gyökerekben termelődnek, azok pedig felfelé áramlanak. Amíg ez a két hormon egyensúlyban van és megfelelő arányok alakulnak ki a növény különböző részeiben, addig nincs is semmi probléma, a növény nő úgy, ahogy annak nőnie kell. Viszont ha a növényt valamilyen stressz hatás éri, például elárasztják a gyökerét, vagy jön valami növényevő, ami lelegeli, na, akkor kezdődnek a problémák. Ja, a galagonyának egyébként ehetőek a levelei, ráadásul nagyon finomak is, én például szeretem, úgyhogy egyétek nyugodtan. Szóval a stressz hatásokra a növények érthető módon egy kicsit megkergülnek, és elkezdenek olyan sejteket termelni, amelyekből bármi lehet. Értitek? Bármi. Amin önmagában nincsen semmi meglepő, mert hogy tudjuk, hogy a DNS-ünk, illetve a növények DNS-e minden egyes sejtben tárolja az összes genetikai információt, ami a teljes egyed létrehozásához szükséges, de a legtöbb gén alapesetben blokkolva van, úgyhogy egyes sejtből csak olyan sejttípus tud továbbfejlődni, ami eleve abban a közegben elrendeltetett. De ahogy az előbb mondtam, léteznek olyan sejtek, amelyek tiszta lappal kezdik az egészet, ezeket hívják totipotens sejteknek. A totipotens az azt jelenti, hogy mindenre képes. Ennél azért egy kicsit árnyaltabb a kép, vannak olyan sejtek, amelyek nem képesek mindenre, csak nagyon sok mindenre, ezeket pluripotens sejteknek hívják, és ha ismerős ez a gondolat valahonnan, igen, ha őssejtkutatásról bármikor olvastatok valamit, vagy néztetek videókat, vagy egyszerűen csak hallottatok róla, ez a fogalom egész biztos, hogy előjött. Valahol ott tartottunk, hogy a sebzés mint stressz hatására kialakulnak ezek a tisztalapos sejtek, de mivel felülről folyamatosan áramlanak az auxinok, alulról pedig a citokininek, ezért továbbra is fennáll az az egyensúly, aminek fenn kell állnia ahhoz, hogy ide fenn ne egy gyökér jöjjön létre, hanem a lomb fejlődjön. A citokinineknek az a csoportja ugyanis, ami a gyökérben képződik, gátolja a gyökér kialakulását idefenn. Igen ám, de mi van, ha megszakítjuk ezt a kapcsolatot? Innentől kezdve nincs, ami gátoljon, és létre tudnak jönni az új gyökerek valahol itt. És még mielőtt azt mondanátok, hogy a kutatók foglalkozhatnának sokkal, de sokkal fontosabb dolgokkal is a világban, nem pedig hobbi kertészeknek a hülye agymenéseinek kellene utána járniuk, hát elárulok egy titkot. A gyümölcsöknek nem szeretnék százalékot mondani, de szerintem legalább 90%-a ennek a folyamatnak az eredményeként kerül az asztalunkra, de a zöldségek közül is nagyon-nagyon nagy hányadban vannak ilyenek, és a dísznövényekről akkor még nem is beszéltünk. Ha pedig az a célunk, hogy 7-8-9-10 milliárd
milliárd ember tápláljunk majd a Földön előbb-utóbb, akkor nagyon-nagyon alaposan meg kell értenünk ezeket a folyamatokat, hogy hatékonyan tudjunk élelmiszert előállítani, még változó környezeti feltételek mellett is. Ha pedig az ember ismeri ezeket a folyamatokat és tudja gyakorlatban alkalmazni őket, akkor rengeteg pénzt is megtakaríthat. Én legalábbis nem vagyok hajlandó pénzt kiadni egy csomó olyan növényért, amit tudom, hogy dugványokról nagyon könnyen lehet szaporítani. Ilyen például a füge. Szia, fahéj! Gyere! Fahéj ma egy kicsit túláradó szeretettől tanúskodik. Mert hogy a füge konkrétan olyan, hogy levágsz róla egy darabot, belenyomod a földbe, és szinte egész biztos, hogy meggyökeresedik. De mivel csak szinte egész biztos, ezért soha nem egy vagy két dugványt szoktam szedni ilyen esetben, hanem mindig leszedek néhányat, mondjuk 5-6-ot, hogyha ne adj Isten elfelejtem öntözni, vagy a kutya ráfekszik, vagy bármit baj történik, még akkor is maradjon növényem. Viszont a füge esetében, hát tavaly szedtem dugványokat, és az a helyzet, hogy mindegyik megmaradt. És ilyenkor jön a dilemma, hogy mit kezdjen az ember a fölösleges növényekkel, mert hogy ki azért mégsem dobja őket, úgyhogy ilyenkor szoktam odaadni barátoknak, meg ismerősöknek, úgyhogy amikor Csabáék meghívtak magukhoz az ő birtokukra, akkor vittem magammal egy ilyet, meg egy másik növényt is, azt is mindjárt megmutatom nektek. Ott nekünk egy kis fügét, amit nem sokára elültetünk, meg magyar narancsot. Vagyis ez csak úgy simán narancs, viszont hogyha itt elültetem, akkor ez lesz a magyar narancs. De előtte nézzétek ezt a kis darab fügét, ami itt nő rajta. Ezt hívják egyébként brebának, legalábbis azt a kisméretű fügetermést, ami a tavalyi részeken terem, azt brebának hívják. Ez kevésbé értékes, mint azok a nagy igaziak, amelyek összejönnek a Mediterráneumban a fügebokrokon, de ha jó időnk lesz, lehet, hogy azt is meg fogjuk érni. Minden esetre szerintem egy elég nagy teljesítmény egy olyan növénytől, ami tavaly ilyenkor még csak ez a bot volt. A másik növény, amit vittem nekik, egy télálló citrus, a Poncillus trifoliata. Emlékszem, hogy amikor még New Yorkban dolgoztam egy arborétumban, akkor találkoztam ezzel a növénnyel először, és teljesen lenyűgözött. Hát mekkora menő az, hogy ezen az éghajlaton van egy citrusfád, ami nem csak hogy tele van állandóan fehér virággal tavasszal, hanem utána ezeket a szép narancssárgás, sárgás terméseket is hozza. Erről van szó. Hát ő most még nagyon pici, de elmesélem a történetét. New Yorkban arra gondoltam, hogy mi lenne, ha csempésznék haza magokat, és itthon megpróbálnám ezeket nevelgetni. Hát az a helyzet, hogy tilos ilyet csinálni, úgyhogy én se tettem, meg egyébként sem keltek ki aztán a magok. Úgyhogy később, amikor egy magyarországi botanikus kertben dolgoztam, nagyon-nagyon rövid ideig, az ottani botanikus kertnek a vezetőjétől kaptam egy cseréppel, hogy próbálkozzak meg vele, mert hogy nekik volt több is, de esélyes, hogy nem tudják mindet gondozni, úgyhogy nálam legalább meg fog maradni. Nem árulom el, hogy még volt ez a botanikus kert, de azt igen, hogy az a növény azóta már egy ilyen hatalmas fává cseperedett, és a szüleimnek a kertjében van ott, és mindig mondják, hogy milyen jó, hogyha elmennek emberek az utcán, megállnak előtte, csodálják, és ők ilyenkor, amikor hallják a beszélgetést a kerítésen belül, akkor mindig büszkén kihúzzák magukat, hogy egy ilyen növényritkaságuk van. Egyébként mostanában már lehet kapni különböző faiskolákban, úgyhogy akár találkozhattok is vele. Ez a kis csemete már annak a fának a magjaiból nőtt, volt még néhány, amit szétosztogattam ismerősöknek fölösleg, és ez az, amit Csabáéknak is adtam, úgyhogy terjesztem itt a igét, magokat, növényeket. Jaj, viszont már nem érek rá ennyit videózni, mert hogy van még munkám bőven. Egyetlen növényt szeretnék még nektek megmutatni, de azt is csak azért, mert találtam rajta valamit, amit majd a makróképeken láthattok. A birtokon nagyon sok helyen nő ez a gyom, a farkasalma, amitől próbálok minél inkább megszabadulni, de egy kicsit úgy érzem magam, mint a kisherceg. Hiába egy mérgező növényről van szó, van, ami nagyon jól érzi magát rajta. Méghozzá a farkasalma lepke, ami szerintem egy gyönyörű szép lepke. És ma felfedeztem a hernyóit, úgyhogy a hernyó kedvéért meghagyok néhányat. Na jó, jöjjenek a makróképek, úgyhogy elköszönök tőletek. Sziasztok! The only